Dalos Bogi is itt van velünk, aki énekel nekünk a mai délelőtt folyamán, és hát ő azon zenészek, énekesek egyike, akinek sikerült elmennie valamerre, tehát hogy egy kicsit a kikapcsolódásra is tudták koncentrálni, nem csak feltétlen a koncertezésre és a munkára. Amerikába mentetek a pároddal. Igen, de miért sziasztok. Pont Amerika? Jó reggelt! Jó reggelt! Azért, mert Amerikában vannak kint ismerőseink, találtunk nagyon olcsón repülőjegyet, és így együtt ki tudtunk utazni Miami-ba. Nekünk ez egy nagy vágyunk volt, és még nagyobb vágyam Orlandó volt, hogy Disneyland-ba is. Most felmentetek Orlandóba 3-4 óra, ugye? Igen, együtt a barátainkkal, és akkor ott mindenféle szimulátorokra, hullámvasutakra felülhettem. Úgyhogy ez kielégítő volt egyébként? Abszolút kielégítő volt, viszont megnyílt ugye ez az új Avatar ride, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Én ezt már rég kinéztem, hogy oda el szeretnék menni. Hát, de nem festetted be magad kékre? Azért annyira nem vagyok fanatikus, de 4 és 6 órás várakozások vannak. Úristen. Mi 4 órát álltunk. Kivártad? És én még soha nem vártam semmire. És milyen volt egyébként 4 órát várni valamire? Utána belépni, tehát amikor tudod azt, hogy úristen, azért ott viszonylag meleg van, hát várakozva. Hát azért ez a várakozás is felértékeli szerintem magát az élményt, hogyha valamire ennyit vársz, akkor így vársz. És a párod mit szólt mindehhez, hogy akkor ott most 4 órát kell várni? Ő is benne volt. Tehát, hogy őt is érdekelt, közös érdek volt, és egyébként megnéztünk előtte mindent a parkban, tehát minden másra felültünk, nem tudom, 10 perc várakozással, és akkor úgy voltunk vele, hogy egyszer vagyunk most itt, és akkor ezt nézzük meg. Nagyon ott aludtatok aznap Orlandóban? Igen. Igen, ez általában egy olyan túra, hogy ott azért... Két napot voltunk ott, egyik nap Disney, másik nap Universal. De... Van nekem egy olyan infom, hogy te tényleg tudatosan nem írsz új dalokat? Ez az információ, ez hamis. Hamis információ? Hát nem tudom. Most jelent meg áprilisban az első nagy lemezem, épp most címmel, és végül is tudatosan nyáron nem szerettem volna új dalokon ötletelni, mert koncerteztünk, akartam egy kicsit az élményekre, a kikapcsolódásra koncentrálni, és most így szeptemberben elkezdtem már. De amikor nem akartál, akkor ha jött mondjuk valamilyen iklet, eltoltad? Képzeld el, hogy nem jött. Tehát, hogy ezt így annyira kikapcsoltam most az agyamban, hogy nem koncentráltam erre. Miért pont ez az első lemeznek a címe, hogy épp most? Ez Bájolex barátom találta egyébként ki ezt a címet, együtt is írtunk erre a lemezre egy dalt, a Már nem zavar címűt egyébként, amit majd hallhattok. Azért, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon aktuális lemez, tehát én 20 éves vagyok most, és azokat az élményeket, amit az elmúlt két-három évben megéltem, azokat beletettem ebbe a lemezbe, és ez az, amit Dallos Bogi érez épp most. Hát egyébként én már hallottam ugye nagyon-nagyon korán, amikor érkeztem a stúdióba, hogy hangoltatok és énekeltetek, ugye, hogy élőben énekeltek. Igen. Nagyon jó érzés volt egyébként a te hangodra megérkezni reggel, szerintem a nézők is hasonlóképpen vélekednek. Téged elengedünk ugye egy utolsót még majd zenélni és énekelni. Emillel együtt, azt azért hozzátenném, mert Wagner Emil is csodálatosan zenél, úgyhogy... Itt van veled ő is, és hát... Köszönjük szépen, hogy itt vagytok és zenéltek még nekünk.